Sziasztok, Kalandra fel, visszatér az Ázsia Express. Készen álltok egy újabb hatalmas útra? Az Ázsia Express ismét itt van, hogy izgalmas kalandokkal kápráztasson el benneteket. Szeptember 1-től minden este velünk tarthattok, amikor is 8 bátor sztárpárosunk nekivág Ázsia legizgalmasabb helyeinek felfedezésére. Ebben az évadban két teljesen új helyre utazunk, a csodálatos Fülöp-szigetekre és a Moss Bustling Taiwanra. Vajon felkészültek a versenyzőink a hőségre, az idegen nyelvekre és a nehéz feladatokra? Egy dolog biztos, ez az évad is tele lesz felejthetetlen élményekkel és izgalmas pillanatokkal. Tartsatok velünk! Az Ázsia Express történetében először utazunk a Fülöp-szigetekre és Taiwanra. Két teljesen más kultúra, lenyűgöző természet és izgalmas feladatok várnak ránk. A Fülöp-szigetek több mint 7000 szigetből áll, ahol kék víz, fehér homokos tengerpartok és zöld dzsungelek várják a kalandorokat. Itt nem lesz könnyű dolga a pároknak, hiszen a közlekedés és a kommunikáció is nagy kihívás lesz. Taiwanon a nyüzsgő városok és a régi hagyományok keveredése fogja lenyűgözni az utazókat. A versenyzőknek itt is helyt kell állniuk a nagyvárosok forgatagában, miközben megismerkednek a helyi szokásokkal és ízekkel. Az Ázsia Express 5. évadában 8 ismert sztárpár vág neki a kalandnak. Az új évadban a versenyzők különleges kihívásokkal néznek szembe, amelyek próbára teszik kitartásukat és csapatmunkájukat. Visszatér Muri Enikő párjával, Tóth Dáviddal, akik már korábban is bizonyították, hogy képesek együttműködni a legnehezebb helyzetekben is. Gelencsér Timi ex-e Csempeszkál Andrással, akikkel izgalmas pillanatokra számíthatunk, hiszen a múltbeli kapcsolatuk újra felszínre hozhat régi érzelmeket. És a humorista páros, Horváth Zsolt és felesége, Weiser Alinda is, akik biztosan gondoskodnak majd a jó hangulatról és a nevetésről. A versenyzők között van még Kamarás Iván és párja, Kamarás Norina, akik erős kötelékkel és elszántsággal vágnak neki a kihívásoknak. Valamint Istenes Bence testvérével, Istenes Lászlóval, akik testvéri összhangjukra támaszkodva próbálják megnyerni a versenyt, a mezőnyt Kis Ramona és párja, Lékai Kis Ramona erősítik, akik már sok mindent megéltek együtt, és most újabb kalandok elé néznek. Valamint Viszkócki Eszter és Csibi Gergő teszi teljessé, akik mosolyukkal és pozitív hozzáállásukkal biztosan színesítik majd a műsort. Vajon melyik párnál fog először kicsúszni a láb alól a talaj? A verseny során számos váratlan fordulat és nehézség vár rájuk. Ki lesz az, aki könnyedén veszi az akadályokat, és ki az, aki nehezen bírja majd a megpróbáltatásokat? A versenyzők kitartása és elszántsága hamarosan kiderül. Hamarosan kiderül, hogy ki lesz az, aki a legjobban alkalmazkodik a kihívásokhoz, és ki az, aki feladja a küzdelmet. Ne hagyja ki az izgalmas pillanatokat! Az Ázsia Express nem csak egy utazás, hanem egy igazi próbatétel, és ez a műsor nem csupán a távoli tájak felfedezéséről szól, hanem a határok feszegetéséről is, mind fizikai, mind mentális értelemben. A kevés pénz, az idegen nyelvek és a nehéz feladatok próbára teszik a türelmüket, az erejüket és a kapcsolatukat is. A versenyzőknek minden nap új kihívásokkal kell szembenézniük, amelyek gyakran váratlan helyzetek elé állítják őket. A sztárpároknak minden nap meg kell küzdeniük az alapvető dolgokért, szállást, ételt és közlekedést kell szerezniük. Ezek a mindennapi szükségletek gyakran nehezebben elérhetők, mint gondolnánk, különösen egy idegen országban. Mindezt úgy, hogy idegen helyen vannak, és a helyiek segítségére szorulnak. A helyi kultúrák és szokások megismerése elengedhetetlen a túléléshez és a sikerhez ebben a versenyben. A verseny során a pároknak nem csak egymással, hanem önmagukkal is meg kell küzdeniük. A belső konfliktusok és a személyes határok átlépése gyakran a legnagyobb kihívás. A fáradtság, az éhség és a feszültség könnyen veszekedéshez vezethet, és próbára teheti még a legerősebb kapcsolatokat is. Az ilyen helyzetekben derül ki igazán, hogy mennyire erős és összetartó egy párkapcsolat. Első megálló Manila, az Ázsia Express 5. évadának első állomása, a Fülöp-szigeteki főváros Manila.
A nyüzsgő nagyváros igazi meglepetésként érheti a versenyzőket, akiknek azonnal fel kell venniük a város ritmusát. A pároknak itt kell először stoppolniuk, alkudniuk a piacokon, és megértetni magukat a helyiekkel. De Manila nem csak a nehézségekről szól. A városban lenyűgöző történelmi helyek, szép parkok és finom utcai ételek is vannak. A versenyzőknek alkalmuk lesz megismerkedni a helyi kultúrával és a finom ételekkel is. A dzsungel hívása. A Fülöp-szigeteki kaland során a versenyzőknek nem csak a városokban kell helytállniuk, az utazás során eljutnak a szigetek belsejébe is, ahol a zöld dzsungelek és a lenyűgöző természet várja őket. A pároknak itt szembe kell nézniük a félelmeikkel, és próbára kell tenniük a túlélő képességüket. A dzsungelben való tájékozódás, az élelemszerzés és a vadállatokkal való találkozás komoly kihívás lesz számukra. De a dzsungelben eltöltött idő felejthetetlen élményekkel is gazdagítja a versenyzőket. A természet közelsége, a friss levegő és a csodálatos tájak elfeledtetik velük a fáradalmakat. Városi dzsungelben Tajvanon. A Fülöp-szigeteki kaland után a versenyzők Tajvan szigetére utaznak, ahol ismét a városokban kell boldogulniuk. Ezúttal azonban egy teljesen új környezet vár rájuk, tele kihívásokkal és lehetőségekkel. A versenyzők izgatottan várják, hogy felfedezzék Tajvan különleges világát. A sziget fővárosa, Taipei egy modern nagyváros, tele magas épületekkel, nyüzsgő piacokkal és izgalmas éjszakai élettel. A város vibráló energiája és a modern infrastruktúra lenyűgöző látványt nyújt. A versenyzőknek lehetőségük lesz megismerni a város különböző arcait, a hagyományos és a modern elemek keveredését. A pároknak itt is meg kell küzdeniük a közlekedéssel, a szálláskereséssel és az élelemszerzéssel. A városi dzsungelben való boldogulás nem lesz egyszerű feladat, de a versenyzők elszántsága és kreativitása segíthet nekik átvészelni a nehézségeket. Az idegen nyelv itt is komoly akadályt jelenthet. A versenyzőknek meg kell találniuk a módját, hogy kommunikáljanak a helyiekkel, akár fordító alkalmazások segítségével, akár a testbeszédre támaszkodva. Ez a kihívás újabb réteget ad a verseny izgalmaihoz. Tajvan azonban nem csak a nehézségekről szól. A sziget lenyűgöző természeti szépségei és barátságos lakói felejthetetlen élményeket kínálnak. A versenyzőknek lehetőségük lesz felfedezni a sziget rejtett kincseit és élvezni a helyi vendégszeretetet. A sziget gazdag történelemmel és kultúrával rendelkezik, amit a versenyzőknek alkalmuk lesz felfedezni. A történelmi helyszínek és kulturális nevezetességek meglátogatása során a versenyzők mélyebb betekintést nyerhetnek Tajvan múltjába és hagyományaiba. A régi templomok, a gyönyörű parkok és a finom utcai ételek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Tajvan felejthetetlen élményt nyújtson a látogatóknak. A versenyzők számára ez az utazás nem csak a versenyről szól, hanem a felfedezésről és a személyes növekedésről is. A nézők kezében a döntés. Az Ázsia Express 5. évadában nektek is fontos szerep jut. A verseny során a ti szavazataitokkal befolyásolhatjátok, hogy mi történjen, és eldönthetitek, hogy melyik párt jutalmazzuk és melyik párt sújtsuk büntetéssel. A szavazásra a műsor weboldalán és a TV2 Live applikáción keresztül van lehetőség. Minden adás után leadhatjátok a szavazataitokat, és ezzel ti is részesei lehettek a játéknak. A nézői szavazatoknak komoly tétje van, hiszen befolyásolhatják, hogy ki esik ki a versenyből, és ki az, aki folytathatja a küzdelmet a fődíjért. Izgalmas fordulatok és meglepetések. Az Ázsia Express 5. évada garantáltan tele lesz izgalmas fordulatokkal és meglepetésekkel. A versenyzőkre váratlan feladatok, kihívások és akadályok várnak, amik próbára teszik a tűrő képességüket, az alkalmazkodó képességüket és a csapat szellemét. A verseny során a pároknak nem csak egymással, hanem az idővel is versenyezniük kell. A szoros időlimitek és a folyamatos rohanás komoly stresszfaktor, ami próbára teszi a versenyzők idegeit. De a nehézségek ellenére a versenyzőknek alkalmuk lesz felejthetetlen élményeket szerezni,
megismerkedni új kultúrákkal és önmagukról is új dolgokat megtudni. Kövesd az Ázsia Express 5. évadát, ne maradj le az Ázsia Express újabb évadáról. Szeptember 1-től minden este izgulj velünk, amikor is 8 bátor sztárpárosunk nekivág Ázsia legizgalmasabb helyeinek felfedezésére. Kövesd a műsort a TV2-n és a TV2 Play-en, és szavazz kedvenc párodra a műsor weboldalán, vagy a TV2 Live applikáción keresztül. Légy részese te is a kalannak, és szurkolj a kedvenceidnek. Szavazz és segítsd kedvenc párodat, a te szavazatod is számít. Az Ázsia Express 5. évadában ti döntitek el, hogy melyik pár jusson előrébb a versenyben. Látogassatok el a műsor weboldalára, vagy a TV2 Live applikációra, és szavazzatok kedvenc párotokra. A szavazás minden adás után élőben zajlik, így minden nap befolyásolhatjátok a verseny alakulását. Ne felejtsétek el, a ti szavazatotok is döntő lehet.